Következik az Első Szerelem című tévéműsorból ismert egyik házigazda, Hernádi Judit. Azt néztem, hogy hogy jössz le a lépcsőn. Tudnék, van egy hír veled kapcsolatban, hogy te minden lépcsőről lezuhansz. Most majd legközelebb, ha lejövök, megmutatom, hogy milyen az, amikor lezuhanok, jó? De ez tényleg így van? Te egy ilyen két bal láb vagy? Igen, általában igen. De most nagyon igyekeztem, hogy... Te már ott tartasz állítólag gondolatban, hogy fontolgatod, hogy abba hagyod az egész pályát. Aha. De miért? Mi nem sikerült? Nem azért, mert sikerült. Hát, azért, hát éppen mert ez... azt kérem, miért nem sikerült? Mi? Ja, abba hagyni? Nem. Előről mondom, talán jó. Nem tagoltam jól. Jó, figyelj. Igen. Mi nem sikerült, amitől fontolgatod abba hagyását a pályának? Nem. Na hát ez az, hogy nem azért kell abba hagyni valamit, mert nem sikerült, hanem azért, mert megvan. Szóval ez már rendben volt. Szóval az én életem úgy gondolom, hogy a pályát, hogy el fog érkezni az a pillanat, amikor úgy gondolom, hogy ebből nekem elég volt. De azért, mert már megvolt egyszer. Tehát úgy gondolod, hogy mindazt, amit színésznőként végigjátszhattál, azt végigjátszottad, túl sok új élmény már nem érhet a hátralévő időben? Hát a hátralévő igen. Idő még jó néhány évtized. Hát persze, jó, hát igen. Úgy gondolom, hogy ebből egy idő után lehet elég. Uh-huh. Ez az egyik része. A másik az, hogy úgy érzem, hogy ez egy nagyszerű dolog, hogyha el tudom magammal hitetni, de én ezt tényleg annyira el is hitettem, hogy ezt valóban hiszem is, hogy abba tudnám hagyni. Ez egy nagyszerű dolog, ha elhitetem magammal, mert ez nem tesz annyira kiszolgáltatottá, mint ahogy ezt észre. Mihez kezdenél, vagy mihez kezdhetnél, ha nem színésznő volna? Tudom, fogalmam sincs, de biztos vagyok benne, hogy valamit ki tudnék találni. Biztos vagyok benne. És mi felé tendálnál? Azt hallottam, hogy készülnél Afrikába, milyen nővérek vannak ott? Szóval karitatív tevékenységet végez. Ezt én mondtam? Nem, valaki mondta, hogy... De azért kérdezem ezt tőled, mert emlékszem, hogy ezt valaki mondta, de már nem tudom, hogy nekem jutott eszembe. Elég jól lehetsz magad. Igen. Nem tudod, mi a saját gondolatod, és mi a másé. De vannak ezzel így még néhányan. Ugye? Uh-huh. Az anya szerep például mennyire köt le? Van egy szép nagy lány. Hány esztendős? Öt múlt. Tényleg elég nagy kislány, helyes kislány. Rád hasonlít? Nem úgy nagy, csak már öt múlt olyan helyes. Igen, azt mondják rám hasonlít, szóval magas. Na, hát ilyen szempontból nagy. Igen. A múltkor bejött hozzám a reggel a konyhába, ő már ott benn játszott, és ő állandóan beszél magával. Nem tudom, biztos más gyerekek is, egyfolytában öten vagy hatan vannak legalább. És én is ugye el voltam a konyhába, és ilyen lépcsőházi gondolatokat éltem meg éppen, és hangosan elpróbáltam egy leendő elmondandó mondatomat valamilyen megfelelő személynek kellett volna elmondanom. És úgy hangosan elmondtam. A gyerek így kijött, és azt mondta, hogy telefonon beszélsz? Mondtam, nem, kislányom, csak úgy magamba beszéltem. Nem egészséges, mondta. Ez. Most itt van a poén, én ezt tudom, de én ezek után megkérdeztem tőle, hogy édes kislányom, te kivel beszélsz? Én erre azt mondta, hogy hát én másokkal, mondta. Akkor jó van, hát rendben van. Hát így vagyunk mi ketten, Zsófi meg én. Szóval van neki apja, de tény és való, hogy nagyon barátságban, de külön váltan élünk. De akkor még együtt is voltunk. Ja, igen, már csak azért is. Arról beszélnünk kell, hogy a gyereknek van apja, mert hát a hírek szerint megint csak ezeket úgy mondják, hogy te igen nagy kanállal leszed a férfiakat. Én? Uh-huh. Hát egyrészt, na, szóval hát akkor álljunk meg egy szóra. A helyzet az úgy áll, hogy ennek van egy ilyen híre, de hát ez messze nem így van. Messze nem így van. Azt hiszem, hogy a Pataki Ági ült itt a múltkori adásodban, igen, aki egy körülbelül hasonló helyzetet mesélt el általában az olyan nőkről, akiről az a hír, hogy annyira... Nagy kanállal eszik az életet. Igen, vagy hogy sok a férfi körülött, ez egyáltalán nem így van, ennek rendszerint az ellentéte igaz. Most nem mondom azt, hogy én, az, csak. Rendben van, hogy én az életemben nem éltem úgy, ahogy a szívem diktálta, mert úgy éltem. Na, de nem volt ez mindig könnyű. Itt nem mondjak, és egyáltalán nem hiszem, hogy én nagyon szerelmes természetű lennék.
Szóval nem. Nem? Nem. Most nem. Sem? Most igen. Hát most... Most momentán igen. Szóval most éppen, hála jó Istennek, lekopognám, ha lenne itt valahol egy fa. Szóval most nagyon jól vagyok. Ugye nem baj ez? Azért sajátos típus vagy. Na. Te mindig ilyen extravagáns voltál? Szóval te úgy születtél, hogy eleve félre csúsztál. Bocsáss meg, ebbe... Ne arra, most ebben mi az extravagáncia? Nem tudom, Jutka. Ahogy lejössz, ahogy forgatod a szemedet, ahogy a kezedet használ, ahogy ülsz. Szóval az, semmi baj nincs, hát nem különben ülök én is. Annyira szóval figyeltem, hogy ne tekerjem meg háromszor a lábam, mert így szoktam ülni egyébként. Csak akkor nem tudsz utána kibontakozni. De ki tudom. Ja. Tehát abszolút, ezt szoktam csinálni. Köszönöm szépen. Szóval csak az egész jelenségben van valami, hát kettős, mert ugye az ember vagy arra gondol, hogy ez egy ilyen deviáns lány, hogy finoman fejezzem ki a lényeget, vagy pedig arra gondol, hogy ő megcsinálta tudatosan ilyenre magát, hogy érdekes legyen. Igen? Választhatsz. Akkor már inkább maradok deviáns, jó? Bár... Van némi tudatosság benne, mert én választottam egyszer, amikor arról volt szó, hogy hogy kell az ember életét leélni, és én azt választottam, hogy őszinte leszek, és megpróbálok annyira őszintének lenni az életemben, amennyire csak lehet, mert ez a legegyszerűbb és a legkevésbé megszokott. Úgyhogy ez tény és való. Neked bevált? Hát bevált, és általában nem is hiszik el, amit mondok. Mindig azt hiszik, hogy sokkal több van mögötte, vagy sokkal kevesebb, vagy hazudok, szóval. Hát, hogy mennyire őszinte vagy, erről a mai napig például a Fészekklubban élnek legendák. Állítólag pár évvel ezelőtt oda lementél. Én? Itt áll egyfeles, nem többet, mert hogy nem vagy ivós, ez köztudott. Igen. És ott ült a bárpultnál egy fiatalember, akire te azt mondtad, hogy te ki vagy. Mire a fiú megszeppenve mondta, hogy művésznő, én XY vagyok. Mondtad, jó, hát akkor gyere velem. A fiú felállt a bárpulttól, hazamentetek, és a következő kérdésed másnap reggel hangzott el, fölébredtél, ott találtad magad mellett ezt a bizonyos fiút, és azt mondtad, hogy hogy kerülsz te ide? Hát ez egy olyan szépen átfogalmazó történet, pedig az eredeti sem rossz. Na. Az eredeti az úgy volt, hogy én ültem a bárpultnál egy kollégámmal, aki hosszan beszélt, és borzasztó lelki bánata volt, és azt mondta el, Jesszusom, arról beszélt hosszan, és én megláttam egy nagyon kellemes külsejű úriembert egyedül vacsorázni. És azt mondtam a kollégámnak, hogy szabad ne felejtsd, de mindjárt visszajövök, vagy nem. Mondtam neki, oda mentem az úriemberhez, és megkérdeztem, hogy ismerjük-e egymást. Ennyi történt, mire azt mondta, hogy igen, amitől én megzavarodtam. Azért ez az eredetileg így hangzott, azt mondta, hogy igen, én is nem emlékeztem rá. De tényleg ismertük egymást, mint kiderült, de nem olyan közelről természetesen, mint aztán később ezek után egyébként két évig. Egyébként két évig. Ja, tehát ezek szerint arra a kérdés, hogy kerülsz te ide, ő válaszolt, és te a választ elfogadtad. Két évig. Arra például emlékszel, ha már az bevezetőben az első szerelem című műsort hoztam szóba, ott még soha nem kérdezték meg tőled, van ugye ez a televíziós műsor, aminek te állandó házigazdája vagy, Gárdos Péter rendezi, ez azt hiszem az ő ötlete is, hogy ki volt a te első szerelmed? Na most ez olyan nehéz erről beszélni, mert nem azért nehéz, mert végül is én például emlékszem egy óvodáskori első szerelmemre, meg iskoláskorira, és tulajdonképpen mindegyik valahol olyan első. Hány első szerelmed volt? Akkor nézzük innen. Nem lepődünk meg egyáltalán, nem lepődünk meg. Jó. De csak az én, mert én nem bántanám meg egyiket azzal, hogy a másik az valamivel másodikabb volt. Egyformán szeretted őket. Így van, egyformán szeretted. Igen, tényleg. Hogyha azt mondanám, hogy úgy első szerelem, végül is, akkor az iskolait mondanám, hogy igazából annak, aki végig kísért. Olyannyira, hogy például most játszom
nem a játékszínben, hanem a Pesti Színházban, a játékszínben is játszom, ott más játszom, a Pesti Színházban a Love Letters című darabot, és egy bizonyos résznél mindig arra gondolok, hogy egyszer majd biztos eljön, megnézi, és akkor érintve érzi magát. Ezt most nem szeretném idézni. Mondok egy nevet. Igen. Figyelem, közönség. Mondok egy nevet. Azt mondom, hogy... De neked azt kell mondani, hogy igen vagy nem. Weiser Gusztáv. Igen? Igen. Akkor közönség három és... Szerelem, szerelem. Weiser Gusztáv. Adja oda neki, mintha maga hozta volna. Jaj, köszönöm szépen. Hát gyere, ülj le! Ne, hova? Ülj le! De? Nem tudom. Köszönöm. Hallottam Kína. Igen? Igen. Hallotta Kína. Hallottam. Mit? Mindent. Mindent hallottam. Látta már a szóban forgó darabot? Még nem, sajnos, de... Ne, meg fogom nézni, azt hiszem. Meg kell nézni. Szerintem is. Hány éve találkoztatok utoljára? Na most erre nem tudom. De nagyon régen. Nagyon régen. Ez az érettségi környékén, azt tudom. Úgy de, van, úgy és van. És egyszer még egyszer valamikor a Víg Színházban, mintha bejöttél volna. Próbára. Tudom, hogy bejöttél, igen. Igen. És aztán nem. De. Az utcán csak. Nem. Egyszer összefutottunk. Hol? Berlinben. Berlin étterem. Ugye? Igen. És akkor vagy hajnalig elbeszélgettünk, vagy igen. Ötig? Ötig körülbelül, ötig vagy körülbelül. Négyig, vagy ötig. Annyi időnk nincs, de kezdjetek hozzá. Annyi időnk nincs, de nyugodtan. Na most azért emlékszelt erre, nem? Hogy elég furcsa pár voltunk. Most így bejöttél, hát nem? Nagyon. Ugyanis azt hiszem hetedik igen? általánosba igen. kerültünk mi egy osztályba. Egy válogatott matematika osztály volt egyik. Így igaz. Muszáj elmondani. Igen. Így volt. Így volt, és... akkor nagyon nem szerettük egymást egy olyan fél évig. Én nem. Te hogyan? Hát ki nem, biztos, ki nem állhatott. Ki nem állhatott, de én ebből arra gondoltam, hogy biztos szeret.